A magyar lakosság 59%-a úgy nyilatkozott egy felmérésben, hogy soha nem sportol, további 15%-a pedig nagyon keveset. Mindez az aktív fiatalok nevet viselő konferencián hangzott el csütörtökön. Révész Máriusz államtitkár szerint a mozgáshiányos életmód számtalan betegséghez vezethet. Így az utóbbi időben nagymértékben megnőtt a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos megbetegedések száma. Sőt, hazánkban a várható élettartam 5,1 évvel marad el az uniós átlagtól. A fiatalokkal is komoly gondok vannak. A kutatások azt mutatják, a Netfit kutatások, hogy 2015 óta minden évben az elhízott és túlsúlyos gyerekek aránya az növekszik. Hiába a mindennapos testnevelés, az elhízott túlsúlyos gyerekek aránya az minden évben nagyobb, mint az előző évben volt. Ezen próbál változtatni a Monsport Saroltáról elnevezett életmód stratégia. Így az utóbbi években több bringaparkot alakítottak ki, de új futókörök is létrejöttek, nem beszélve a hazai sípályák fejlesztéséről. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem méltán ad helyet a konferenciának, hiszen az intézmény már kétszer is elnyerte a legsportosabb egyetem címet. Köszöntőjében dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor úgy fogalmazott, nem csak a hallgatók, hanem a dolgozók mozgására is nagy hangsúlyt fektetnek. Büszkék vagyunk arra is, hogy nem csak a hallgatóknak, hanem a munkavállalóinknak is szervezünk sportprogramokat, és részt is vesznek rajta, tehát különböző sportfoglalkozásokat, de olyan kampányokat is, mint például Egészségnap, ami az idén már egy egész hónappá kerekedett, hiszen minden héten van valami olyan program, amely ezt támogatja. A konferencia résztvevői abban egyetértettek, hogy élményekben gazdag mozgásformákra kell ösztönözni a lakosságot.